Jó napot, sziasztok! Itt vagyunk a Portfolio szerkesztőségében. Én Orosz Márton vagyok, és velem szemben Árgyelen Ágnes ül, aki a Portfolio pénzügyi rovatának elemzője. És hát egy érdekes dologról fogunk beszélgetni Ágival. A napokban jelentették be, hogy egy új magyar állampapírt dobnak piacra júniustól, ez a nemzeti kötvény. És azt látjuk, hogy olvasóinkat nagyon érdekli ez a téma, sok olvasói levelet is kapunk egyébként ezzel kapcsolatban, és azt gondolom, hogy a magyar médiában talán Ági írt a legtöbbet eddig erről a témáról, úgyhogy egy kicsit most bemutatjuk ezt a terméket, ezt az új terméket, és megnézzük azt, hogy valójában érdemes lesz-e ebbe fektetni a pénzünket. Hogyha jól tudom, a napokban te voltál egy háttérbeszélgetésen, ahol bemutatták ezt az új állampapírt. Mit érdemes róla tudni? Címszavakban mik a legfontosabb tulajdonságai? Igen, volt egy háttérbeszélgetés a nemzeti kötvénynek nevezett állampapírról, még a hivatalos neve azért nincs meg, de ugye a sajtóban már így terjedt el a neve. És azt lehet tudni az új konstrukcióról, hogy 5 éves futamidejű lesz lépcsős kamatozással, ami azt jelenti, hogy az első fél évben jár utána 3,5% kamat, ez fog majd az első év végén 4%-ra felugrani, és onnantól kezdve minden évben fél százalékpontos kamatemelkedés lesz, és így az 5. év végén fogunk eljutni a 6%-hoz. Amit még fontos róla tudni, hogy megvehető lesz a kincstárnál, a Magyar Postánál, a forgalmazóknál, mint például a bankok és a lakástakaré pénztáraknál is. Hogyha kicsit madártávlatból nézzük ezt a dolgot, akkor úgy tűnhet, hogy ez egy nagyon optimális állampapír, akár egy ilyen belépő szintű állampapír is lehet, tehát sokakat arra ösztönözhet, hogy tegyék állampapírba a pénzüket. De mit gondolsz, hogy tényleg fog ez így működni? Mennyire lesz nyitott a lakosság arra, hogy belépjen ezzel az állampapír vásárlási piacra? Mennyire fog működni maga a termék? És azok, akik eddig egyáltalán nem gondolkodtak ilyen megtakarításban, számukra mennyire lehet ösztönző azok a számok, amik itt az előbb elhangzottak? Hát mindenképp ösztönző lehet egy ilyen állampapír, ugye már csak azért is, mert fix húzamot ad, tehát azért ezzel így lehet kalkulálni, egy egyszerűbb, átlátható konstrukció, ezt ugye az AKK is mondta, hogy részben azért is szeretnének egy ilyen fix hozamú állampapírt a piacra, mert sokkal jobban átlátható, mint például egy prémium állampapír, ahol az alap kamat mérték az mindig az inflációtól függ. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképp egy olyan konstrukció, ami érdekelheti az embereket és felkeltheti a figyelmet. Az is fontos ugye, hogy azzal, hogy már az első fél évben 3,5%-os kamatot ad, ugye az első évén pedig már 4-et, ezzel már gyakorlatilag az egyéves magyar állampapír ki is üti a nyerekből, aminek ugye ennél alacsonyabb a hozama. Tehát egy olyan papírról van szó, ami nagyjából minden futamidőn rendkívül vonzó kamatot kínál. Azt is tudjuk egyébként, hogy az új állampapír több másik államkötvényt is ki fog váltani, és meg is szűnnek. Mik lesznek ezek, és mit gondolsz arról, hogy azzal, hogy ezek megszűnnek, ez mennyire tesz jót majd a piacnak? Ugye az AKK célja az volt, ahogy mondtam, hogy egyszerűsítsék ezt a termékpalettát, ennek egy efelé való lépés az, hogy akkor azokat a papírokat, amiknek az értékesítése nem volt olyan jó az utóbbi időben, azokat megszüntessék. Ilyen lesz például a bónusz magyar állampapír, ilyen lesz például a 2 éves magyar állampapír és a fél éves magyar állampapír is, illetve amiket még a postán lehet venni, az 1 és 2 éves kincstári takarékjegy is. Ezeket részben helyettesíti majd az új állampapír, ami most piacra kerül, és ami még fontos, hogy a prémium magyar állampapír, ennek az eurósorozata, a babakötvény és az 1 éves magyar állampapír továbbra is megmarad. Oké, hát úgy tűnik, hogy ez egy elég ígéretes befektetési termék lesz, amit jó eséllyel azért a lakosság elég intenzíven fog vásárolni, de felmerül a kérdés, hogy ezt intézményi befektetők is vásárolhatják majd? Nem, intézményi befektetők számára nem lesz elérhető az új állampapír, csak lakossági befektetők számára ez fontos. Egyébként most már minden lakossági állampapírnál úgy van, hogy az intézményi befektetők, önkormányzatok ki vannak zárva a vásárlási körből. Szerinted milyenek az oka? Több oka is van, ugye nyilván, ha már lakossági állampapír, akkor igyekeznek ugye ezt tényleg a lakosság számára értékesíteni, és nem az intézmények felé. Az intézményeknek ugye van egy olyan nagy bani piaca, onnan hozzá tudnak jutni állampapírhoz más úton is, tehát nem lakossági állampapírokon keresztül. Nem beszélve arról, hogy azért ugye ezeknek jóval magasabb a kamata, mint azoknak az állampapíroknak, amiket az intézmények mondjuk egy nagy bani piacról vesznek meg.
és ugye miatt ugye az államnak ez többe is kerülne finanszírozni, hogyha intézményi befektetők számára is elérhető lenne a lakossági állampapír. Azért nyilván, mint minden befektetési terméknek, ennek is lehetnek hátulütői, vagy kicsit mondjuk kockázatai, bármennyire is egy állampapír azért egy rendkívül stabil megtakarításnak számít. Ahogyha jól olvastam a cikkeidet, akkor itt az infláció komolyan bezavarhat a képbe. Milyen hátulütői lehetnek ennek? Mire figyeljen az, aki úgy gondolja, hogy ebbe tenné majd a pénzét júniustól? Az infláció olyan szempontból zavarhat be a képbe, hogy melyik papírt érdemesebb megvenni. Mert ugye jelenleg ugye a nemzeti kötvénynél inflációs probléma nincs, tehát ugye egy fix hozamról beszélünk, ugye ez nem kötődik inflációhoz, nincs ezzel probléma. Viszont ha valaki azon gondolkodik, hogy most prémium állampapírt vegyene, vagy nemzeti kötvényt, hogy mi nevezzük, akkor ugye el kell gondolkodni azon, hogy melyik éri meg jobban. Jelenleg a jelenlegi inflációs számok és kamatokat figyelembe véve a nemzeti kötvény az minden időtávon veri a többi lakossági állampapírt, de hogyha az infláció például 5 éves időtávon éves átlagban 3,25% fölé nő, vagy eléri azt a szintet, illetve 3 éves időtávon a 3,03%-ot, akkor már a nemzeti kötvénynél sokkal jobb befektetési lehetőség lehet a prémium követő, tehát a prémium állampapír amúgy infláció követő. Viszont a másik oldalról pedig akkor azt mondja az AKK, hogy a nemzeti kötvény, nevezzük így, egy igazán lakossági felhasználó barát állampapír lesz, tehát könnyen kezelhető, hogyha jól tudom, a visszaváltás is elég jól fog működni. Erről mit lehet tudni? Ugye jelenleg például a prémium állampapírt 99%-on váltja vissza az AKK, ugye ez azt jelenti, hogy 1%-ot bukik az a befektető, aki időt akarja visszaváltani. A nemzeti kötvénynél most az úgy fog elindulni a konstrukció, hogy 99,75% lesz a visszaváltás, tehát csak 25 bázispontos díja lesz ennek a visszaváltásnak, jóval kedvezőbb, mint például a prémium állampapír esetében. Akkor jól értem, hogy akkor tudjuk igazán megmondani, hogy valójában mennyire jó ez a befektetési termék, hogyha látjuk azt majd, hogy milyen lesz az infláció a következő években. Így van, jelenleg ugye azt látjuk, hogy a mostani infláció is, ugye a tavalyival mennek most a prémium papírok, az 2,8% volt. Azzal nézve, meg a mostani prémiummal nézve most a nemzeti kötvény jobb befektetési lehetőségnek tűnik, de hogyha jövőre az infláció megugrik, akkor ugye megint kérdéses lesz, hogy melyik lesz a jobb. Itt az előbb beszéltünk már róla, de akkor ismét rákérdeznék arra, hogy fog működni ennek a vásárlása. Tehát mondjuk, hogyha egy lakossági ügyfelet nézünk, aki mondjuk a készpénzét, ugye tudjuk, hogy hatalmas a készpénzállam egy Magyarországon, és hogyha jól értelmeztem, akkor ennek az egyik célja, hogy ennek az államkötvénynek az egyik célja az, hogy ezt is csökkentse. Hogyha mondjuk valakinek készpénzben vannak a megtakarításai, akkor ő hogy tud ilyet vásárolni júniustól? Illetve akinek mondjuk a bankszámláján van a megtakarítása, vagy a bankszámláján tartja a pénzét, és különösebben nincsen lekötve, neki milyen lehetőségei vannak, hogy lesz a legegyszerűbb ezt megvásárolni? Hát ugye igazából, ahogy mondtam, hogy államkincstár a Magyar Postán keresztül, bankokon keresztül, lakástakarói pénztárakon keresztül meg lehet venni ezt a konstrukciót. Nyilván a bankok meg egyéb forgalmazók felszámíthatnak olyan díjakat, amik még ugye emelik a költségeket, viszont az államkincstárnál, ha valaki számlát nyit, ugye az díjmentes, a számlakezelés meg is díjmentes, tehát szerintem érdemes lehet, hogyha valaki ebben gondolkodik, akkor nyisson egy számlát a kincstárnál, kapunk egy online felületet, és ott lehet kezelni az állampapírjainkat. Júniustól kamatadómentes lesz az összes állampapír, így ez a termék is. Mit fog ez jelenteni a gyakorlatban? Hát ugye ez azt jelenti, hogy a 15%-os ugye kamatadó megfizetésétől így mentesülünk, mert mindenki, aki vesz ugye lakossági állampapírt ezt követően. Az fontos még, hogy ugye, ahogy te is mondtad, a kamatadómentesség az nem csak az új kötvényre fog vonatkozni, hanem azokra az állampapírokra is, amik már a piacon vannak, viszont ez az AKK-nak le kell zárni a még futó sorozatokat a piacon, és júniustól megnyitják ezeknek az új sorozatát, és ezek lesznek majd adómentesek. Jó, tehát akkor minden jel arra mutat, hogy az AKK nagyon intenzíven fogja e felé az új papír felé terelni a lakosságot. Mit gondolsz, hogy mikor látjuk ennek majd az eredményeit leghamarabb? Ugye az AKK ilyen negyed évente közös statisztikákat, szóval akkor már okosabbak leszünk, hogyha látjuk, hogy elindul, és akkor milyen értékesítési számok jönnek ki. Ugye az AKK-nak a terve, hogy 2023-ra 11 000 milliárdra
emeljék a lakossági állampapírállományt, ami a jelenlegi 6000-ről, tehát ez nagyjából egy duplázást jelent. Barca György AKK vezér mondta, hogy ez éves szinten ilyen 800 ezer milliárd forintnyi állománynövekedést jelent. Ezt egy reális és tartható célnak tekintik, meglátjuk, hogy alakul majd az értékesítés. Oké, Tági, köszönöm szépen a beszélgetést, akkor egyelőre nagyjából ennyit tudunk erről az új állampapírról, de persze folyamatosan jönnek még ki a részletek, úgyhogy olvassátok a portfóliót, ahol igyekszünk minél többet foglalkozni ezzel a témával is.